Kedves nézők, a hátralévő 40 percben főleg magyar érmeknek, magyar győzelmeknek örülhetünk majd. Előbb a súlyemelők révén, akik a májusi Európa-bajnokságon és a novemberi világbajnokságon nem kevesebb, mint 12 érmet, és ebből 4-et összetettben gyűjtöttek. Bátran kell vállalkozni a Böckfinek, hogy mentse, ami menthető, 7,5 kg-os ugrásra kényszerül 210 kg-os második lökés gyakorlata. Ezzel csak Barton tudná megelőzni, annak honfitársát Dudás nem. Dudás a könnyebb ugyanis, de hát várjunk még a számolgatással, hiszen Böckfin múlik minden, ki tudta lökni, jól van. Négy és fél kilogrammal több ez a súly, kérem, mint az általa valaha versenyben felemelt legmagasabb, a 180 és feles magyar rekord. Nagyon érezheti a mozgást, ha vállalták a 2,5 kilónál magasabb ugrást a magyar csapat edzői. Föláll vele! Felállt vele Balázsfu Zoli, mosolyog, nevet. És most nagy tapsot fog kapni. Annak ellenére, hogy Aszenz Latev ellenfele Barsi, a közönség megtapsolja. 175-tel nagy versenyt kínál most Arshamakovnak is, és Latevnek is. Villámként robban. Ott csípődobással pattintja a levegőbe a súlyt olyan lendülettel, hogy öröm nézni. Szanyi Andor, ha neki is sikerülne ez a 187, nagyon, de nagyon kellene ez a súly. És nem feltétlenül csak a szakításbeli érem miatt, hanem hogy az összetetben a lökésre ne kerüljön nagy hátrányba. Nyugodtan felállni vele, nyugodtan! 187,5 kg, új magyar csúcs! Az elmúlt napokban úgy állt a helyzet, hogy mindig valamelyik más versenyző gyakorlatának sikerétől vagy sikertelenségétől függött, hogy a magyarok megőrzik-e bronzérmes helyüket. Így volt ez Barsi, Balázsfi és Szanyi esetében. Most fordított a helyzet, Baranyák áll a harmadik helyen, és Jacsónak kell leszorítania, onnan méghozzá 232,5 kg-os új magyar csúccsal a lökésben és az összetetben is. Ha nem, akkor ezúttal első alkalommal ilyen pár viadalból nem mi kerülünk ki győztesen ezen a VB-n, és Jacsónak búcsúznia kell a bronztól. Meggondoltan. Tartani, derékkal meg is tartotta Jacsó. Ilyen kezdés után az első fogását rontotta a szakításban Jacsó József, és utána 5 jó gyakorlatot produkált, 3 magyar csúcsot állított föl, a lökésben 227 fél után 232 felett, ami az összesítésben 415 kg-ot jelent, és ez a bronzéremre lesz jó.